Kormányzati támogatással tovább bővül a térség meghatározó ipari cége, mely családi vállalkozásnak indult, de mára már 30 főt foglalkoztató KFT lett. A Bói Ipari Parkban megvalósuló projekt 209 millió forint összegű visszanemtérítendő támogatási összeget nyert el a GINOP pályázaton. Az új csarnok alapkövét szerdán rakták le ünnepélyes keretek között. A magyar kormány természetes, hogy támogatja az ilyen vállalkozásokat. Ők is elnyertek a GINOP-ból 200 millió forintot, de 100 milliót saját erőből betettek, hogy mindaz megvalósuljon, amit itt most láthatunk. Külön öröm számomra, hogy az én szülőfalomban, Nagynyárádon, ahol tökéletesen felújítottuk a templomot, a tornyot is, azt a gyönyörű tornyot, amit messziről lehet csodálni, ideális helyen van a Nagynyárádi templom, hát az is ennek a KFT-nek a munkája. A beruházás részleteit, mely során a jelenlegi csarnoképületet bővítik egy majdnem 700 négyzetméteres raktárépület résszel, az alapkőletétel után ismertették a megjelent vendégekkel. Ez a beruházás tulajdonképpen 4 ütemből fog állni. Az első ütem az itt a meglévő csarnok mögött még 36 méter hozzáépítésével egy 700 négyzetméteres raktárcsarnok. Ezen kívül megújuló energiaként lapelem lesz belerakva. Egy teljesen automatizált CNC-s láncológépet fogunk vásárolni, és a teljes darmacaflottánkat le fogjuk cserélni elektromos darmacákra. A beruházás megvalósításának teljes bekerülési összege 298 millió forint, melyhez a cég csaknem 100 millió forintos önrészt biztosít.